Sziasztok! Mária vagyok. Én Andi vagyok. Én pedig Laci, az Anami program oktatói vagyunk. Az Anami programról bővebben a videó alatti leírásban a linkre kattintva kaphatok bővebben információt. Mai alkalommal a táplálkozásról lesz szó, gyakorlás, Anami program gyakorlatainak hatása a táplálkozásra. Így kezdésnek ezt mindenképpen fontos tisztázni, hogy mi nem szakértői vagyunk ennek a témának, hanem saját tapasztalatból beszélünk. Az, hogy mi egyrészt milyen utat jártunk be itt a táplálkozás terén, másrészt pedig, hogy mik azok a visszajelzések, amelyeket a gyakorlóktól hallottunk. Úgyhogy, ha bárkinek egészségügyi problémája van, bármilyen betegség, akkor amik itt elhangzanak, azokat ne tanácsként vegyétek, hanem keressetek fel orvos, dietetikus, bármilyen olyan szakembert, akiben megbíztok. Jó, tehát, hogy itt elsősorban tapasztalatokról lesz szó, és az elején arra gondoltunk, hogy azzal kezdenénk, ami nagyon sokakat érint, és kapunk is ilyen kérdéseket. Ez pedig a táplálkozás hatása a gyakorlásra, és ennél is konkrétabban, hogy mi van olyankor, hogyha nehezebb ételeket nehéz elhagyni. Tehát például a húst, vagy akár tejtermékeket, mi a helyzet az alkoholfogyasztással, hogy mi van akkor, hogyha valaki úgy érzi, hogy ez nehéz elhagynia a gyakorlás mellett, hogy ez hátráltatja ezt a folyamatot, és hogy mit tud tenni ilyenkor. Úgyhogy amit én erről a legfontosabbnak tartok elmondani, az, hogy a legeslegfontosabb szerintem, hogy ne kapcsolódjon bűntudat a táplálkozáshoz, ahhoz, hogy mit esztek meg, mit nem esztek meg, mert hogy én azt gondolom, hogy így is éppen elég terhet cipel mindenki, hogy még ezt is a vállatokra vegyétek, hogy ha most megeszem azt a fél szelet sült húst, akkor már biztos, hogy nem fogok tudni tovább fejlődni. Tehát, hogy senkiben ne ez legyen. A gyakorlás, az a tapasztalat, hogy az évek során szépen lassan van akinél lineárisan, van akinél ilyen görbe mentén, de az biztos, hogy meghozza azt, hogy az étkezés változni fog. Változni fog az, hogy mi az, amit kívánunk, mire hogy reagál a szervezetünk. Úgyhogy inkább ebben bízzatok, és nagyon fontos az szerintem, hogy jó lessen az, amit megesztek, és hogy ne azt érezzétek, hogy valamitől megfosztjátok magatokat, hogyha nem ehetitek meg, vagy nem ihatjátok meg azt, amit szeretnétek, és amit kívántok. Hogy igen. Nektek ehhez... Andi, az előbb ugye úgy kezdted, hogy a táplálkozás hogy hat a gyakorlásra. Én pedig a másik oldalról indulok el, vagy arról igen. Tudok beszélni, hogy a gyakorlás hogy hat a táplálkozásra, és hogy változtatja meg. Igen. És én is ezt szoktam mondani a gyakorlóknak, mikor kérdezik a táplálkozással kapcsolatban, hogy nagyon fontos, hogy minden, amit megeszünk, az mögött a szeretet legyen. Hogy szívesen, örömmel, jó érzéssel, ne a lemondás, a frusztráció, a bűntudat legyen mögötte, mert akkor akármilyennyire jó minőségbe tartozik is az a táplálék, vagy azt mondják rá, hogy hú, hát ezt kell neked enni, mert ez nagyon jó, de a mögötte a bűntudat és a félelem van, nem fog úgy hatni, sőt nem fog hatni. Jó, úgyhogy én is emellett vagyok, és mindig ebben az irányban adom a tanácsokat, vagy az én véleményem is az, hogy ne bántsuk ezzel magunkat, és én magam is így haladtam ebben a folyamatban, és a mai napig is egyébként én így táplálkozom. Tehát én azt figyelem, hogy mi esik jól, mit ennék szívesen, és tényleg nagyon sokféle irányzat van a mai világban. Nekem ez már szinte átláthatatlan. Igen. Tehát biztos, hogy nagyon jó a különféle táplálkozási szokások, de én ezt fejében nem tudom felfogni, nem tudom követni, én nagyon egyszerűen működöm. Én egyszerűen csak azt figyelem, hogy az én testemnek, az én szervezetemnek akkor abban a pillanatban mire van szüksége, mi esne jól, és én erre biztatom a többieket is, vagy a gyakorlókat is, akik kérdeznek.
Igen, ehhez kapcsolódóan ugye, mert fejben mindannyian tudjuk, hogy hát nem szabad alkoholt fogyasztani, ne együnk nehéz ételeket, mert akkor könnyebb lesz a testünk, együnk táplálóbb ételeket. Persze, ez mindig az, de hogyha ennek nincs meg az a háttere, hogy azokat a rétegeket tisztítjuk ki, ahol ezek az ingerek vannak, akkor a test mindig jelezni fog, hogy na, egyed más meg, most miért vonod meg magadat attól a finom kis falatoktól, amitől lehet, hogy fejben tudjuk, hogy hát nem annyira tápláló, nem tesz annyira jót a testnek, és mégis a test szól, hogy te egyed már meg. Ha viszont gyakorlunk, és elérjük ezeket a rétegeket, és ezekkel a Zanami program gyakorlataival el tudjuk érni, akkor nem fejből kell eldönteni, hogy akkor én most nem eszem a nehezebb ételeket, nem eszem olyan ételeket, nem fogyasztok olyan italokat, amik megnehezítik a fejlődésemet, akár problémát is okozhatnak a testben, hanem a test fogja majd kérni az egyre tisztább ételt. Nekem ez a tapasztalatom. Tehát nem kell sanyargatnotok magatokat, és ez az, amiről a lányok is beszéltek, hogy ne legyen bűntudat. Hanem menjetek azt, amit a test kíván, de érdemes mellette gyakorolni is. Bizony, az Anamé program gyakorlatait, vagy akár a vizek közül, a csakra vizek közül, a köldök csakra víz, nagyon sokat segít, hogy kitisztuljon az emésztés, és akkor a testetek fogja azt kívánni. Azt, ami táplálóbb. És akkor ezt fogjátok enni. Nem kell fejben megoldani ezt a dolgot. Uh-huh. Meg nem is tudjuk megoldani, mert ott már rég megoldottuk volna, és mindenki megoldotta volna. Nekem például a saját tapasztalata az, hogy én nagyon nehezen jöttem le a húsról, de nem erőltettem semmit benne. Nekem 8 évig tartott. Uh-huh. Míg fokozatosan, de teljesen elhagytam a húst, és csak figyeltem a hatásokat. Korábban indult az már, hogy egyre kevesebb húst tettem. Egyszerűen csak azt vettem észre, hogy bár öregszem, de a sportpályán mégis gyorsabb tudok lenni, hogyha kevesebb húst teszem. De azt érzékeltem, hogy nem vagyok annyira tompa fejben, hogyha kevesebb húst teszem, kevesebb nehéz ételt teszem. Te szándékosan szerettél volna húsról leszokni? Egyszerűen csak megfigyeltem, hogy ezek jó hatással vannak, és akkor szépen így elindultam. És aztán, amikor elkezdtem már az Anamé program gyakorlatait, akkor pedig már a testem jobban jelzett, hogy hát akkor ezt nem, el is lehet hagyni. És így sikerült a húsról például lejönni. Semmi erőltetés nélkül. Tehát akkor már gyakoroltál, amikor elhagytad a húst? Akkor már gyakoroltam. Akkor már 3 éve gyakoroltam, amikor teljesen elhagytam a húst. Tehát nekem volt egy olyan időszak, amikor elkezdtem már a gyakorlást, de még ettem húst, viszont egyre kevesebbet. Nekem ez volt. Andi, nálad hogy volt ez a folyamat? Hát az az igazság, hogy nálam ez jóval előbb elkezdődött, mint a gyakorlás. Tehát én középiskolában álltam le először a húsról, akkor ez még nagyon nem volt. Hát divatban, azt nem is mondjuk, elfogadott se nagyon volt. Nem mondjuk meg, melyik évezetben volt ez. Nem volt egyszerű, de valahogy ez egy ilyen belső késztetés volt. Anyukámmal egyszerre döntöttünk akkor így. És aztán nekem később, tehát a gyakorlás az inkább a vegán életmódot hozta már meg, amikor azt éreztem, hogy a tejtermék is, meg a tojás is, hogy így egyre inkább csak lassítja ezt a folyamatot. Meg ahhoz nagyon tudok kapcsolódni, amit te mondtál, hogy ez a fejben. Én néztem sokaknál egyébként, hogy van, aki ezt tudja fejből csinálni. Tehát, hogy én találkoztam azzal, hogy akár táplálkozási szakembereknél, akár hogy elolvasnak különböző, vagy olvasnak különböző irányzatokról, hogy azért teszi meg a napi zöldséget, vagy gyümölcsöt, mert tudja, hogy arra szüksége van a szervezetnek. Na, én egyrészt ennyire tudatos nem vagyok, bár lehet, hogy még lettem volna, de inkább az, hogy én nagyon szeretek enni, mert nagyon szeretek... Ez jellemző mindannyiunkra egyébként. Igen. Hogy én nagyon szeretek olyat enni, ami jól esik. És azt figyeltem meg magamon, hogyha úgy rágcsálom el a salátát, hogy csak egyszerűen tudom, hogy ez nekem jót tesz, de közben nem kívánom, hanem valami más tennék, akkor az igazából nem annyira tesz jót. Úgyhogy én ezt félretettem, ezeket az irányzatokat, és akkor elkezdtem saját magamon kísérletezni, és az viszont nagyon meggyőző volt. Tehát, hogy ott tudtam, hogy az, amit tapasztalok, akkor az én testem úgy működik. Ezek nem univerzális szabályok, tehát hogy ez megint csak olyan, hogy lehet, hogy nálatok máshogyan működik. Igen. De én ezt figyeltem meg. Nálad hogy volt? Te honnan
Honnan jössz meg? Hát most abba egyetértek, hogy, hogy nagyon fontos volt mindig az étkezés nekem, de tudatosság semmi nem volt benne. És azért volt nekem nagyon fontos mindig a táplálkozás, meg a kaja, mert én nem voltam beteg, meg nem volt egészségügyi problémám, de ha nem ettem, én annyira feszült, ingerlékeny voltam, hogy, hogy semmire nem voltam képes. Tehát egyszerűen annyira becuppantott az az állapot, hogyha üres volt a gyomrom, hogy, hogy egyszerűen nekem figyelnem kellett, hogy egyek, hogy legyen kaja. Tehát nagyon oda kellett figyelnem, és erre otthon az anyukám is mindig nagyon odafigyelt, úgyhogy hogy mindig volt kaja, és én húson nőttem fel. Tehát én nem is nagyon ismertem más táplálékot, nálunk a környezet egyszerűen így éltünk, nagyon zöldséget, gyümölcsöt se ettem, hanem húst és sült krumplit. És de abból sokat, tehát azt kellett, hogy ne legyek ideges, mert ideges vagyok, akkor hiszt is vagyok, úgyhogy nekem emiatt nagyon oda kellett figyelnem, és figyeltem is a kajára, meg az étkezésre. Aztán, hogy így az évek, évtizedek haladtak, egyszer csak azt vettem észre, és azért ez már hát egy olyan jó 10-15 éve ezelőtt, hogy nem kívánom a húst, vagy jóval kevesebbet, elkezdett csökkenni a hús mennyisége. És egy nap odaértem, oda jutottam el, hogy egy jó húsos vacsora után vége, nem bírtam többet megenni a húst. Mm. Tehát ez így egyik napra a másikra, hogy elvágták, hogy kész, nem bírom megenni. Ezért nem tudom elkészíteni sem, és enni sem. És így lettem, hát ez egy jó 10 évvel ezelőtt történt, így lettem először vegetáriánus. Tehát akkor a sajt, a tojás az még megmaradt, sőt, nagyon sokat ettem abból, mert úgy gondoltam, hogy az a megoldás, akkor meg a hasam legyen tele, meg legyen meg a jó lakottság érzet, abból ettem jó sokat. És ugye bekerültem ide az Anami programba, elkezdtem gyakorolni, akkor még, tehát ugye vegetáriánus voltam, ugye ettem állati eredetű dolgokat, és a gyakorlás hatására pedig szintén ilyen elválólagosan, egyik napról a másik napra meg azt tapasztaltam, hogy hát én nem tudom megenni már a sajtot, a tejterméket, a tojást, és ez egyáltalán nem egy fejbéli döntés volt. Tehát én nem elhatároztam, hanem a testemet figyeltem, és az jelezte, hogy no, nem kéri. És azóta meg nagyon jól érzem magamat ezzel az étkezéssel. Van erőm, van energiám. Azért most is kell néha ennem, hogy ne legyek ingerült vagy ideges, szóval se róla, az teljes egészében nem múlt el. Tehát így az étkezésre oda kell figyelnem. És akkor ugye itt jön még egy kérdés, sokan kérdezik, hogy most főtt vagy nyers ételeket együnk. És ugye többen kérdezitek ti is, hogy a földelés szempontjából, hogy mire lenne szükség. Én ilyenkor azt szoktam ajánlani, ha esetleg valaki már vegán vagy vegetáriánus, hogy akkor is a főtétel az, ami jobban földel. Ugye a nyers ételek nem annyira. És ha valakinek jobban a földelésre, stabilizálásra van szükség, akkor én arra biztatom, hogy hát egyrészt, hogy egye meg, ami jól esik, vagy pedig hát főleg főt étellel tudja ezt támogatni, vagy segíteni. Úgyhogy így alakult nálam ez a átváltozás. Érdekes, hogy nálad ugye elvágólagosan volt ez a hús elhagyás is, meg az, hogy akkor vegetáriánusból vegán. Én például még csak vegetáriánus vagyok, én még eszek tejtermékeket. Nálam ez ilyen nagyon lassú, hogy az előbb is mondtam, a húselhagyás is lassú volt. Érzem azt, hogy egyre kevesebb tejterméket kívánok, akár sajtokat, de azért még megeszem is, nagyon lassan, fokozatosan hagyom el ezt. Igen, nálam ez az út. Más az út. Érdemes magunkra figyelni, igen. És megfigyelni, hogy akkor mi ez a járható út. Igen. De az biztos, hogy az Anami programba való részvétel, azzal, hogy az energiaszintünk emelkedik, mindenképpen meghozza a változást ezen a téren is. Andi, nálad hogy volt? Meg nálad volt valami izgalmas történet nyáron, azt elmondanád nekünk? Igen. Ez pont kapcsolódik ez a nyershez, ez nagyon jó, hogy mondtad, mert tényleg sokan kérdezik, és hogyha a földelés fontos szempont, akkor a főtétel az valóban. Nekem ez pont egy nyers étkezéshez kapcsolódó tapasztalat, ami nagyon meghatározó volt, hogy ez most, ja nem, tavaly nyáron történt, hogy valahogy úgy éreztem, hogy egy kicsit így meg vagyok rekedve
nem csak a gyakorlással, hanem valahogy a fejlődéssel, és egyszer csak jött, nem fejből, hanem jött egy érzés, hogy én szeretnék 10 napig csak nyerset enni. Hogy azt éreztem, hogy az vinne előre. És a 10 napból 21 lett, azért, mert úgy igazából a 8. nap környékén kezdtem el érezni, hogy ez még nem az, amit én szeretnék, hogy valami még kellene, és akkor tovább mentem, és végül 21 napig csináltam, és nekem nagyon sokat adott. Őszintén szóval várni nem vártam tőle semmit, ez csak egy érzés volt, de sokkal többet adott, mint amit gondoltam volna. Utána az történt, amikor vége lett ennek a nyers kihívásnak, mondjuk így, hogy utána minden étkezéshez ettem már főtételt, de nagyon sok maradt mellette a nyers, és nem ettem gluténtartalmú ételeket egyáltalán, és minden egyes étkezéshez ettem valamit, ami zöld volt. Ez se egy fejbéli koncepció volt, hanem kiderült, hogy így működik a testem, akkor, hogyha a tisztább ételeket kap, mert az volt, hogy pont együtt voltunk, nyaraltunk, és meg tudtuk oldani azt ott a konyhán, hogy így külön főztek nekem, és lecsót kaptam egyik este, és akkor nagyon örültem neki, és gondoltam, hogy hát a lecsózat csak nem fog salátát enni, mint az összes többihez, és akkor elkezdtem enni, és kiderült, hogy de, bizony, ahhoz is kívánom a salátát, úgyhogy mentem és hoztam hozzá a zöldet. És az volt a tapasztalatom, hogy sokkal több energiám volt ez alatt az időszak alatt, sokkal nyugodtabb voltam, úgyhogy nem igazán tudott kibillenteni nagyon semmi a középpontomból. Ha későn feküdtem le, akkor ugyanolyan frissen tudtam reggel fölkelni, mint máskor, hogyha jóval többet, tehát jóval, tehát több órával többet aludtam. Mind az érzelmekben, mind a gondolatokban megjelent ez a tényleg ez a jóval nagyobb csend. Vagy nem tudom, hogy mondjam. Úgyhogy, és sokkal több energiám volt. Úgyhogy ez nekem egy nagyon fontos tapasztalat volt, és úgy éreztem, hogy tényleg túl juttatott azon a megrekedtségen, amit én korábban éreztem. Ez megint csak egy saját tapasztalat, tehát nem azt jelenti, hogy akkor mindannyian, hogyha úgy érzitek, hogy megrekedtetek, akkor az lesz a megoldás, hogy egy ilyen nyers étkezés. Viszont, ha valaki nincsen nagyon kibillent állapotban, és jön egy ilyen belső késztetés, vagy ilyen intuíció, akkor én azt látom, hogy ahogy gyakoroltok, ezekre egyre inkább rábízhatjátok magatokat. Tehát, hogy akkor nyugodtan ezt egy kicsit jobban meg lehet támogatni az étkezéssel, és valóban nagyon, nagyon sokat tud segíteni. És ugye, amikor Andi kezdte, akkor az elején én is beszálltam ebbe. Úgy volt, hogy akkor egy 7 napot csinálok, hát abból 5 lett. Nekem. Uh-huh. Mert ugye a testem jelzett, hogy neked még nem kellene ezt csinálni. Igen. Neked még főtebb ételeket is kellene enned. Neked még nem kellene teljesen vegán ételeket enned. Úgyhogy én például nem tudtam végig csinálni azt, mert a testem jelezte, hogy hát még nem ott tartok. Más, igen, más volt az utunk. És az, hogy mit talál az ember finomnak, az még egy nagyon érdekes dolog ebben. Ugyanis pont ebben az időszakban volt az, hogy csináltam valami teljesen egyszerű nyers ételt, és én azt olyan finomnak találtam, mint szinte soha életemben még semmit. Amikor nem csak az ízeket találja az ember finomnak, hanem van mellette egy olyan érzés, ezt biztos tudjátok, mint hogyha a sejtjeitek így örülnének annak, amit kapnak, hogy érzi, hogy táplál, hogy tényleg azt kapja, amire szüksége van. És itt még eszembe jutott az, amit mondtál az elején, a szeretet. Hogy ez a... hogy a saját magunk iránt való szeretet is ott van ebben, hogy mi az, amivel táplálom a testemet. És annyira tudja jelezni, hogy hálás. Hogy tényleg, hogy köszönöm, hogy ez nekem nagyon jó. Úgyhogy hát még nekem ez volt a tapasztalatom. Nem tudom, nektek van még ilyen saját? Vagy akár a gyakorlóktól, ami visszajött? Az a tapasztalat, hogy
ahogy az ember gyakorol, volt olyan gyakorló, aki azt vetette a szemünkre, hogy nem szóltátok, hogy nem fogom kívánni az alkoholt. Tehát ahogy gyakorol az ember, és akkor sejt szinten is egyre jobban kitisztul, akkor a más kíván a test. És akkor már van az, hogy ránéz ugyanarra a dologra, ami régebben finom volt, és valahogy nem, akkor már nem ad semmit, már nem kívánja a test. Igen. Úgyhogy érdemes erre figyelni. Érdemes igen, meg erre. Ez a finom, én magam is így rácsodálkoztam, hogy amikor még ugye hagyományosan húst, meg hagyományosan táplálkoztam, nem tudtam volna elképzelni, hogy lehet önállóan egy salátát megenni úgy, hogy az jó húsz. És nincs mellette a rántott hús, csak a saláta. Meg a sütrup, igen. Igen, és most meg azt tapasztalom, hogy nem értem, hogy tudtam a húst enni a saláta mellett, mert egyszerűen egy olyan ízvilág nyílik meg, hogy kifinomul, kitisztul a szervezet, és egész más ízek és finom ízeket érzünk meg. Tehát, hogy tényleg egy új világ nyílik meg így az íz terén is, az ízek terén is. És olyan dolgokat is megesszünk, amit régebben nem szerettem. Én például a gyerekkoromban nem szerettem a karfiolt. Egy-egyik formája, se főzve, se nyers, egyszer nem tudtam megenni. És hát felnőtt koromban tapasztaltam, amikor már anami program gyakorlatot is csináltam, én nagyon tiszta helyre egy biogazdálkodásból kaptam a karfiolt, hát mondom, csak megkóstolom nyersemélyet, és olyan finom volt, egyszerűen kész, majdnem megettem az egész fejet. De meg lehet figyelni, ennyire változik az ízlésünk is gyakorlással. Igen. És hogy ez van a közgondolkodásban egyébként, amit az előbb mondtál, Mária, hogy én sokat találkozom ezzel, hogy aki egészségesen táplálkozik, az biztos, hogy ezt magára erőlteti. Tehát nem tudjuk elképzelni. És hogy pedig nem. Tehát, hogy tényleg van az, hogy ez teljesen át tud fordulni, és hogy egészen. Illetve hát az az igazi, hogyha ez átfordul. Igen. Hogyha ezt valaki fejből szeretné megoldani, az nem lesz tartós. Mint ahogy Laci, te is elmesélted ezt a példát, illetve én a bátyámtól hallottam, ő is még hát nagyon régen, még nem is tudom, a 80-as években, tehát ott még tényleg nem volt divat vegánnak lenni, vagy vegetáriánusnak, és ő fejbéli koncepció alapján döntött így, hát nem is tudta sokáig vinni. Tehát az nem marad meg, az nem lesz tartós. És tehát ahogy így hallgattam magunkat, meg egymást, hogy tényleg, hogy egyrészt a gyakorlás meghozza a változást, hogy más minőséget, mást kívánunk, ugyanakkor a jó minőségű ételek megsegítik a gyakorlás részét, vagy ennek a fejlődés részét. Hogy igazából ez oda visszahat, és mindezt nem könyvek alapján döntjük el, meg nem fejből, hanem magunkra hallgatva, az érzéseinkre, a test szavára hallgatva jönnek meg ezek a döntések. És hát ezt tapasztaljuk itt az Anomé programban, és így haladunk a táplálkozással. Mi is, meg a gyakorlóknál is ezt látjuk, meg ezeket a visszajelzéseket kapjuk. Igen. Így tudunk harmonikusan fejlődni. Jó. Hogyha van esetleg olyan tapasztalatotok, amit szívesen megosztotok velünk kommentben, vagy van még kérdés ehhez a témához, akkor vissza is tudunk térni rá. Igen. Akár egy másik adásban. Igen. Meg szívesen meghallgatjuk a tapasztalataitokat. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, reméljük tudtunk segíteni. Az Anomé programon bővebben, mint ahogy az elején is mondtam, a leírásban találtok linket, arra kattintva tudjátok megnézni a gyakorlatokat, az otthon végezhető ingyenes gyakorlatokat, és várunk szeretettel titeket az óráinkon. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!